az alsó parkban és a kastélyparkban zajló fajta és különbírálatok mellett a Táncsics Mihály úti sportcentrum, a pásztor kutyák munkaversenyének és a frisbee Európa bajnokságnak és világkupának adott otthont. Rekordszámú jelentkező, 10 ország 170 versenyzője mérhette össze saját és kutyája tudását. Többféle versenyszámban versenyeznek, van olyan, ahol a távolság a lényeg, amit most láthatunk itt a távolsági versenyben, minél messzebbről kell, minél több pontot gyűjteni a versenyzőnek. Az úgynevezett freestyle-ban pedig akrobatikus mutatványokat mutatnak be, 5 koronggal, gyakorlatilag azok számára, akik nem ismerik, úgy lehetne mondani, hogy olyan, mint egy cirkuszi attrakció, zsonglőr mutatványok az ember részéről, és a kutya pedig a hatalmas akrobata trükköket mutat be, ezt kell közösen előadniuk zenére. A nyugodt környezet és a megfelelő kiszolgáló létesítmények a versenyzők szerint nagyban hozzájárultak a remek teljesítmények eléréséhez. A világot megjárt versenyzők és a bírók is azt mondják, hogy minden tökéletesen zajlik, és nagyon meg vannak elégedve. Csodálatos a pálya, tehát ez valóban egy olyan környezet, ami egy világversenyhez illik. A versenyen a világ legfegyelmezettebb kutyáit láthatta a közönség.